It is very clear. Egyértelmű, hogy a közlekedés jövője elektromos. Ennek nem csak a törvényalkotói nyomás az oka, hanem a fogyasztók is egyre inkább érdeklődnek az elektromos közlekedés iránt az ökológiai lábnyomuk miatt. Csökkentik a szén-dioxid kibocsátást, amire nagy szüksége van a Földnek. Nagyon örülök, hogy a Debrecen üzemünk szerepet játszik ebben az átalakulásban. 2018. szeptemberében kezdődött az áttörés, idén februárban létrehoztuk az első piacképes termékünket, majd júniusban megünnepeltük az elindulást. Ma pedig már örömmel jelenthetem be, hogy tovább bővítünk Debrecenben. 70%-kal növeljük a telephelyünk alapterületét, mondta Tomasz Stierle. Az elektromos meghajtás átveszi a hagyományos meghajtások helyét, és most az autóipar új korszakát megalapozó beruházásokat, aki megnyeri, aki magához tudja vonzani ezeket, az hosszú távon tudja garantálni a nemzeti gazdaságának folyamatos növekedését. Ugye a Vitesco nevű vállalat, így talán még kevésbé ismerjük, de a Continental nevű nagy német vállalatóriásból lépett ki egy spin-off keretében. A Vitesco mára a világ egyik legnagyobb elektromos autóipari fejlesztő vállalata. A 10 legnagyobb elektromos autóipari vállalatból 9-nek a beszállítója, és az elektromos autóipari alkatrészek 80%-át lefedi a világpiacon. Ez a beruházás a nagyságrendjénél és üteménél fogva is két új rekordhoz is hozzásegítheti a magyar gazdaságot az idei esztendő végére. Először is a magyar autóipar termelési értéke az első 6 hónapban 31%-kal növekedett. Tehát a magyar autóipar termelési értéke az év első felében 31%-kal nőtt, meghaladta az 5000 milliárd forintot, így nagyon közel kerültünk ahhoz a korábbi tervünkhöz, hogy a magyar autóipar termelési értéke az év végén meghaladja a 10.000 milliárd forintot. Soha korábban erre nem került sor, ezt már volt, hogy meg tudtuk közelíteni, meghaladni még nem tudtuk. Valószínűleg 2020-ban megtörtént volna, ha ugye nem jött volna a pandémia, de hát tudjuk, hogy sportban, politikában és gazdaságban a havval kezdődő mondatoknak sok értelmük nincsen a kesergésen kívül, de lényeg az, hogy az idei esztendőben a 10.000 milliárd forintos autóipari termelési érték, ez egy hatalmas nemzetgazdaság rekord, kézzelfogható közelségbe került. A másik csúcsdöntés, amihez hozzásegíthet minket a Vitesco beruházás, amivel német vállalat, az a magyar-német kereskedelmi forgalom. Az első 5 hónapban ez 22%-kal nőtt, elérte a 25 milliárd eurót, ezáltal itt is reális esélyünk van arra, hogy a német-magyar kereskedelmi forgalom minden idők legmagasabb eredményét mutassa majd az esztendő végén, és mivel a magyar gazdaság egy exportorientált gazdaság, és a magyar export körülbelül egy negyede Németországba irányul, ennél fogva aztán ez az adat is hozzásegít minket az exportrekordhoz, az pedig hozzásegít minket a gazdasági növekedés kívánt szintjének előállításához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végezetül pedig szeretném elmondani, hogy Debrecen kapcsán ugye számos alkalommal adhatunk tájékoztatást önöknek jó hírekről. Debrecen mára egyértelműen a magyar autóipar egyik fellegvára lett, bár ugye egyelőre komplett autógyár még nincs a városban, bár éppen ugye most kezdődik meg már, vagy folyamatban van az építése, viszont az autóipari beszállító vállalatoknak egy olyan tömege települt már le a városban, amely gyakorlatilag a magyar autóipar egyik fellegvárává tette Debrecent, sőt, közepes, vagy hát nemzetközi méretek ugye különböznek a magyartól olyan kisebb méretű városok kapcsán, mert hogy nemzetközi összehasonlításban Debrecen még ebben a kategóriában szerepel, Közép-Európában a legvonzóbb beruházási célponttá vált, köszönhetően városvezetés profizmusának, illetve az ott működő vállalatok által képviselt technológiai színvonalnak. A kormány a következő 2 esztendőben mintegy 100 milliárd forintnyi fejlesztési forrást fordít arra, hogy Debrecenben az infrastruktúra, legyen szó oktatásról, képzésről, illetőleg közlekedésről a megfelelőképpen tudja nemcsak, hogy követni ezeket a gazdasági fejlesztéseket, hanem megfelelő alapot tudjon adni a további beruházásokhoz is. Ez a beruházás azt jelenti, hogy további magas hozzáadott értékű munkahelyek jönnek létre a városban, és ezáltal el tudjuk érni azokat a céljainkat, amelyek azok, hogy minél több tehetséges,
diák az egyetem vagy a középiskola elvégzését követően maradjanak városunkba és dolgozzanak a városunkban, és ezzel Debrecent gyarapítsák a későbbiekben. Azt gondoljuk, hogy itt a 21. század elején egy nagy irányváltás történik az autóiparban, az elektromobilitás irányába, és Debrecen ebből a versenyből, amely a városok és országok között van, mindenféleképpen az egyik nyertese lehet, hiszen ide jönnek most a 21. század legújabb technológiái az elektromobilitás kapcsán, és ez azt jelentheti, hogy azok a munkahelyek, amelyeket most létrehozunk, tényleg olyan modern munkakörök, amelyek évtizedekig meghatározóak lehetnek az iparágban.